A nulladik nap estéje a könnyedebb stílusról szólt. A gitárvirtuóz Aldi Meola mellett a Budapest Bár szórakoztatta a nagy érdeműt. A fiatalabb generáció azonban már nagyon várta, hogy kicsit felpörögjenek az események. Mindannyian a csütörtöki és pénteki koncertekre készülnek. Subscribe, Cadaveres. Ugye? Hát azt mondtam. Machine Head. Igen, Sepultura. Tényleg. Sepultura is. És az Sziplesz, még a szép lesz, igen. Én főleg ezek, az én keményebbek. Ja, a Machine Head, meg a Szabaton, meg a Korpikláni miatt jöttem elsősorban. Például a Romeo Vérzik, az nagyon vonzott, és igazából konkrétan ennyi más fesztivál, vagy más együttes miatt nem igazán. Ez az, ami a legkedvencebbem. Kívánságuk teljesült, hiszen a fesztivál második napján már metal zenekarok is színpadra léptek. Késő este egy amerikai metal együttes csap majd a húrok közé, a Machine Head. They're crazy, man. The last time we played here. Nagyon szeretünk Magyarországon koncertezni. Igazán őrültek a magyar rajongók, persze jó értelemben. Legutóbb, mikor itt jártunk, azzal szembesültünk, páran közülük magukra tetováltatták az arcképeinket. Szóval kicsit hibbantak, de mi így szeretjük őket. A hangulat mindig nagyon jó a koncerteken, szóval jó itt lenni köztetek. A szervezők arra is figyeltek, hogy a zene mellett a fiatalokat érintő témák is szerephez jussanak. Így például az egyik civil szervezet jóvoltából a drogokról, azok hatásairól tudhatnak meg többet a kábítószer egyeztető fórum keretében, minden nap délután 3 órától este 8 óráig. A megyei jogú város önkormányzatának februárban újjáalakult a kábítószer egyeztető fóruma, és különböző szakmai szervezetek, mint a Transit, a Rév, a rendőrség szakmai szóróanyagokkal, tanácsadással, totóval, kérdőívekkel jött ki, hogy segítsen a fiataloknak. Egészen vasárnap hajnalig tehát a fesztiválozók uralják a MÁV Előre pályát. A pénteki napon egyébként többségében magyar együttesek lépnek majd színpadra, a szombat pedig az elektronikus műfajt szeretőknek kedvez majd.